Baron Fico Kft. A Mastergood cégcsoport tagja, amely több szempontból is a legek közé tartozik. A tulajdonos Bárány család egy évszázada foglalkozik baromfi tenyésztéssel, napjainkban pedig a legnagyobb baromfi előállítók az országban. Jelenleg hetente több mint 1,3 millió csirkét vágunk. A cégcsoport Kisvárdai vágóüzeme a világ egyik legkorszerűbb vágóüzeme. Közte van annak a top 3 üzemnek, ami óránként 15 000 csirkét képes levágni. A cégcsoportban több mint 2200 fő dolgozik összességében, beleértve a állattartó telepeket, takarmánykeverőt, keltetőt, vágóüzemet és a továbbfeldolgó üzemet, de ezen kívül közvetetten több ezer családnak adunk megélhetést, akár a növénytermesztési oldalon, akár állattartói oldalon is. Ahhoz, hogy az ember jó minőségű élelmiszert tudjon előállítani, és mindezt hatékonyan, ahhoz korszerű ismeretek szükségesek, és a korszerű ismeretek birtokában képes az ember korszerű létesítményeket létrehozni. A növénytermesztés és az állattenyésztés egyensúlyára törekszik a Bicsérdi Aranymező ZRT. Ezt kiegészíti a feldolgozás és a biogázüzem, ahonnan a melléktermékként keletkezett tápanyagot visszajuttatják a talajba. Amit kiveszek a földből, azt előbb-utóbb visszaadom. És nekem alapelvem volt, erre is tanítottak, hogy egy mezőgazdasági üzem az így komplett. Én mindig nyitott voltam az újra. Hála Isten, a kollégáim is, meg tudtam velük értetni azt, hogy fejleszteni, nyitottnak lenni az újra, úgy van előrehaladás. Berki Gyula bízik abban, hogy a generációváltás során a tulajdon és a tudás is a családban marad, de még egyáltalán nem gondolt arra, hogy nyugdíjba menne. Én mindig azt szoktam mondani, hogy ha az ember leáll, akkor valahol ott vége van, és én ezt minél később szeretném. A Kiskunfélegyházi Fekete Lovastanya tulajdonosának édesapja juhtenyésztéssel foglalkozott, de fia végzett állattenyésztő mérnökként másként gondolta a folytatást. Odaálltam édesapám elé, és azt mondtam, hogy én nem ezt szeretném csinálni. És átfordítottuk marha tenyésztésé a juhállományt, jelenleg nincs birkánk, de 800 anyatehénnel rendelkezünk, 1600 hektáron dolgozunk. A lovaknak is fontos feladatuk van ebben a gazdaságban. A Western lovastanya idegenforgalmi látványosság, de amerikai mintára lovakkal terelik a szabadon tartott marhákat is, amelyeknek a tenyésztési vonalát Fekete Benő alakította ki. Magyar tarkával kezdtünk, és a magyar tarkát megnéztük, hogy melyik hústípusú apaállattal tudjuk legjobban keresztezve ezen a rögön kihasználni, és a limuzinra tettük le a voksunkat. A mi családunk évek óta tenyésztette az állatot. Mai napig azt nézem, hogy milyen genetikát, hogy tudok összehozni, milyen fajtát tudnék még úgy belevinni, hogy egyre jobb genetikát hozzunk össze. Fekete Benőnek van tanácsa a fiatalok számára is. Ha az élete nem a munkáról szól, hanem arról, hogy a munka olyan természetességgel van az életében, mint hogy lemegyünk kenyérért, akkor boldogan fog élni.